Jó estét, újra a megfelelő helyen, a megfelelő időpontban itt az ATV-n a hashtag Bocskor. A vendégeim ma este Jakubcsek Gabi, újra közöttünk Szandi, Kovács Kokó István és Dombóvári István. Jó! Újra látni benneteket. Szandi, visszaállt a hajad, látom. De az állarcosban... az állarcosban széttépték. Hát ott bosszam. Hát mindenféleket csináltak vele. Igen. De ez még nem jutott eszébe senkinek ebben a showban, hogy egy órával az előadás, vagy két órával a show előtt megállni az ajtóba, és megnézni, hogy ki az az ismerős. Nagyon szigorú szabályok vannak. Én voltam ugye a jelmezbe. De a TV2 voltam, én a TV2-n voltam. És hát figyelj, olyan szigorú szabályok voltak, mint egy kémfilmben. Úgy kellett találkozni az autóval, ami odavitt, áruhába átöltözni az autóba, egy ismeretlen címre vitt, ahol korepetáltak, ahol mit egy perccel előtte tudtam meg, hogy balra vagy jobbra. Nagyon-nagyon vicces, én felfedeztem ilyen kis táblákat, mondom, mi ez a tábla, kérek, és akkor rájöttem, hogy és akkor nem kommunikáltam, nem lehet beszélni. Van olyan tábla is, hogy kakélnék. Még a jelmez is le volt a karom. Olyan már mindegy. Ne szedjétek, hogy a jelmez meg volt. Én csak gyanútárgya voltam kétszer, de az se tetszett nekem. Igen, gyanútárgya sokan vagyunk. De én akkor kerülök elő tippnek, hogyha elefánt, rinocéros, víziló, valamiért. Sosem voltam még robot, meg ilyenek. De nagyon izgalmas, annyira szürreális, hogy ott csápolunk egy... mit tudom én, egy Maki Majomnak, vagy akármi, tehát hogy hát ez... teljesen ilyen, ilyen kis műsállatának, de... Fordul ez. Nem, amikor ez indult, én azt hittem, hogy ez egy vagy két adást fog megélni, mert nincs az benne több. Hát igen. De nem egyszer egyébként elképesztő, tehát úgy énekelnek, hogy teljesen elfelejtjük, hogy tulajdonképpen mi egy plüssállatnak tapsolunk a végén, és állva tapsolunk. De mi nem playback? Van, aki ugye jól énekel, és akkor nagyjából a saját hangján azért ezt elő is adja playback. Hát az is nehéz, mert el kell Van, aki meg sehogy nem énekel, és akkor el van torzítva. De az, ami szoftver torzítja, nem? Hát senki nem tud így beszélni direktbe egész végig. Legfeljebb talán Fási Ádám, de senki más. Köszönöm. Egyébként igen. Torzítani bármit tudok. Erre utóbb egy rinocéroszban találod magad. Remélem nem úgy, ahogy most ezt így gondolod hirtelen. Egy másik folyóban. De egyébként téged nem is hívtak? Zsűritagnak, igen. Zsűritagnak hívtak, de plüssbe bújni... Nem. Nem, nem. Szerintem nem volt akkora. Most ajánljuk be a Dombit. Nem volt akkora jelmez. Engem se hívta, pedig biztos izgalmas az, lehet egy ilyen. Az az érdekes, hogy téged miért nem érnekelni hívnak, mert túl jó vagy hozzá. Mert azért ott nem kell annyira jónak. De aranyos, hogy ne, ez tényleg így van. Minek ellőni valakit, aki tényleg jól énekel? Nem volt szívük torzítani. Hát ott, aki nagyon jó hangú, annak meg az a feladat, hogy szarul énekelni. Ez tényleg régóta érdekel, mert soha nem tanultam meg, tanultunk meg egy csomóan énekelni, de ha valaki megtanult énekelni, az egy életre kitart? Vagy te el tudsz felejteni énekelni? Én... életemben egy évet tanultam énekelni. Kell fizetni évente valakinek, hogy megmaradj licenszet? Imádkozom, hogy ne legyen baj, de egyébként engem akkor abban az egy évben azért jártam egy évig kb. 10 évvel ezelőtt énektanárhoz, mert hogy volt egy hangszálgyulladásom, és kiderült, hogy én a leginkább a beszédhangomat képeztem rossz helyen, és emiatt rekedtem le. És aztán elkezdtem rossz helyen képezni az énekhangot is, és a Szelezsán Zsuzsa megtanított engem arra, egy fantasztikus csaj, hogy rakjam a helyére a hangomat koncertek előtt. És mondta, hogy figyelj, minél idősebb lesz, annál jobban oda kell figyelned, és minden fellépés és koncert előtt be kell melegítenem könyörtelenül hangszálakat. Ugyanolyan izmokról van szó, mint amilyen a testünk. Hát mennyi gondot megspóroltak a fresh lányok, mi? Olyan vagy, ne bántsuk. De mutass már egy-két konkrét, mi az, hogy a hangot hova tenni laikusoknak? Tehát, hogy van egy technika, ahogy énekelsz, hogy jó helyre helyezed a hangodat, ezt így nem lehet... De körülbelül azért a fejembe. Valahol ott, igen, valahol. Jó, képzeld el, hogy itt belül van egy nagy óvető. Úgy, gyerekek, énekóra lesz. Nem, amikor ásítasz, akkor ugye kinyitod ott belül. Van, ugye? Na,
és akkor képzeld el, hogy ez a hang, amit képzel, tehát szabad után engedsz a hangodnak, és a hangot azt oda mondod neki. Ha már így visszarepítettél a múltba, akkor azt is köszönjük neked, hogy itt az Instádon egy apró kis, talán 8 másodperces klip segítségével visszarepülhetünk még egyszer veled a múltba. Ezt nézzük meg, és utána majd beszéljünk erről. Jó. Ez egy régi reklám Szandival. Hello mindenkinek, Szandi vagyok. Most készült az első nagy lemezem, melynek címe Kicsi lány. Ja, és 13 éves múltam. Édesem. Én ma keresem az összefüggéseket. Ez a tévében? Svájci sapka. Igen, ez volt annak idején a reklám. Milyen összefüggéseket? Ez volt. Igen. Svájci sapka. Van a fejeden? Ja, svájci, látod már akkor. Ma jelen van. És mi egyébként szomszédok vagyunk, tehát falubéliek, egy faluban lakunk. Ennek most örülök, de most nem ez a téma. Tehát a svájci is most nem, azt akarok, de itt a végén olyan helyesen mondtad, hogy ja, és 13 éves múltam, hogy ezt ki kellett mondanod, vagy úgy érezted, hogy még kevés az a duma, amit ott a... Tehát ez magadtól jött, hogy ezt még oda teszed, nem, vagy ez ilyen vásárló mágnes. Ezt Miklós bátyámmal, Fenyő Miklós, a mai napig így szólítom, hogy Miklós bátyám, ővel egy összeraktuk, hogy mi legyen a szöveg, de hát leginkább ugye, ja, és 13 éves múltam, ezt mondtam. az ő ötlete volt ez, hogy hát gyerek, így hangozik. Hát, pont annyi idős voltam. De hát az ember nem mondja el, nem tudom, kokot reklámoztál valamit? 13 évesen én még elmondom. Lakóparttól kezdve. Lakópart tényleg, de nem mondtad azt, hogy ja, és 37 éves múltam. Csak legyen a szomszédom. Legyen a szomszédom, így van. Aztán édesanyám költözött oda, de nem változtatjuk meg, hogy legyen édesanyám szomszédja. Nem lett olyan ütős. Én is voltam bifidus essensis, mégsem mondatta ki velem senki a koromat. Na, de most Szandi, még egy picit, ugye itt az ártatlan kislány korodban azért azt nyilván te sem gondoltad, hogy 30 év múlva gyakorlatilag egy tévés fellépés során az újságok 32 csak is a dekoltázsodról fognak beszámolni. Megmutatjuk ezeket a képeket, tehát 32 év elteltével ugyanez a lány, ezt nézzétek. Na jó, hát figyelj, azért ami van, azt tegyük ki. Azt tegyük szerintem ki, így van. Hát, itt ugye már nem egy reklámról van szó, itt egy show műsorról van szó, hát, ahol akkor nem rakhattak ki minket ilyen hibátlan ruhákba, amit én örömmel felveszek, mert miért ne? Mert, hogy... Hát szóval én... Na, ott a hajad. Hát, na, igen. Jó, de azt akarom tőled megtudni, hogy 13, most menjünk vissza 13, akkor te gondolkodtál már azon, hogy mekkora melled lesz? Nekem akkor is volt. Én ezen gondolkoztam, hogy hova fogod ezt a reklámfilmet kifutatni, de ez nem jutott eszembe. Miért van az érdekes? Én csak reménykedtem, hogy nekem nem lesz, de... Keresett egy ürügyet tulajdonképpen. Nem, össze akartam hozni a két képforrást. Tehát, hogy nem most komolyan, tehát 13 éveskor azt mondom, akkor már elindult, mert nem láttuk itt, mert kitakartad a nagy lemezzel, de hogy de tényleg érdekel, hogy a 13 éves lány, de tőled is meg fogom kérdezni, Gabi, hát gondolkodik azon? Az nincs, gyerekek, ami van, az van. Nem, de tényleg, hát ugye esetleg megnézed anyukádat, vagy az osztálytársaidat, vagy valamit, tehát hogy van-e akkor a 13 éves lány fejében egy olyan, hogy ez lesz? Hát akkor még nem gondolkodtam ennyire előre, főleg 13 évesen az ember ilyenekre nem gondol, de egyébként már azért akkor is megfigyelhető volt, hogyha voltak, bár akkor még más idők jártak, de ha volt egy-egy show műsor, akkor ott teljesen természetes, hogy teljesen másképp öltöztettek fel egy nőt. Ott még nem voltam nő, ott még kislány voltam. De nem így kettél? Tehát a te korodban kimutatott mellett Bíróica, Szűcs Judit, tehát hogy őróluk mit gondoltál? Hogy ezek olcsó nők, akik... De bocsi, hát abban az időszakban Sabrina megvan, nem? Na, hogy ne lenne meg? Egyetlen volt évek. Nem csak megvan, megvolt. Az ele számra nem emlékszem, de mindenkit megnéztem. Touch me. De hogy mire emlékeztek, látjátok? Nekem például egyáltalán Sabrina nincs meg. Sabrinát és Samantha Foxot néztük. Ja, Samantha Fox. Samantha Fox a medencéből kimászkál? Az a Sabrina. És ott neki teljesen kimolt, meg hát azért nem felejtsük el. A számra nem emlékszem, fogalmam sincs, hogy miről énekelt, vagy mit énekelt. Touch me. Érdekes.
De egyébként, ha belegondoltok, hogy azért többnyire idősebb hölgyek, de felháborodva írkáltak be, hogy jaj, persze, kapuzárási pánik, meg mit tudom én, bocsánat, de hát az, hogy mélyen dekoltált ruhát veszek fel 2021-ben, miután azért lássuk be, hogy jó néhány ismert magyar nő megmutatta aztán nem, hogy mélyen dekoltált, hanem ott mindent. Egész mélyen. A Playboyban, nagyon sok, tehát azért nagyon rendesen levetkőztek. Igen. Tehát akkor, de ez egy belső igényed is, ugye? Tehát ez nem a sztájlisztok adták rá, hogy két pántot ide, és akkor irányi színpad. Elmondanám neked, hogy ez a rózsaszín ruha, ami itt ilyen kivágott volt középen, azon nem volt eredetileg semmi, én varrattam oda egy ilyen tehát ez a Prüdéria mégis csak beköltözött az RTL-be. Tehát azt mondtam, hogy én azért szeretnék oda egy ilyen keresztpántot, mert azért az úgy durva lett volna. De szerintem ez... De nincs kép ez róla? Így, nincs. Már csak ugye a róla tervezés miatt. Igen. De én azt gondolom, hogy ez belefér, tehát ebben semmi persze. Olyan nincs, ami felháborító. Nem mondtam semmit. Nem mondtam, 2021-et gyönyörű. Írunk. Tehát gyönyörű. Én azt gondolom, hogy 80 évesen már úgysem vehetek majd fel ilyen ruhákat. De most meg miért ne? Tehát nincs kint semmim. Csupán mélyen dekoltált, vagy kicsit ott a domborulatokból látszik 2 centi, tehát szerintem ebben nincs semmi. Azt szeretném tőletek megkérdezni, lányok, hát brutál jól néztek ki, hogy egy nő mitől érzi magát szexinek. Ez egy férfitől. Tehát a visszajelzésektől. Nem magadtól. Otthon a legkevésbé érzem magam, mennyi magam szexi. És annyira vagy nő, amennyire férfi, igen, az a férfi. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a férfitől érzem magam szexi. Igen, aki mellettünk van, aki társunk. Akarok-e neki tetszeni, imponálni. Hatalmas Tap Csabának. Itt van Csabi, Bogdán Csabi, így van. Okay. Van itt valami más? Gombi. A te Facebookon adom, mindig találunk valami érdekeset. Szerintem most az én testem jön. Nem, a testedről itt nem lesz. Nem, ez nagyon helyes. Mitől érzed magad jó nőnek? Igen, nem arra nem elég 40 perc, engem végigbeszéljünk. Most elhűlítek, de ez tényleg egy nagyon helyes történet. Azt írta ki Dombi, hogy életemben legelőször a szüleim megnéztek engem a színpadon. Édesem. Mindegy, hány éves vagyok, mennyi ideje vagyok már színpadon, izgultam. Nagyon nagy vágyam volt ez nekem, azt mondták, jó voltam, és jól érezték magukat, sokat nevettek. Nem valami nagy sztori, de én nagyon boldog lettem ettől. Ez nagyon helyes. Ez mondod, te mondod, hogy ez mindig az övé. Ez az övé. De ennek is tudták, hogy mit csinálsz. Sejtették. Voltak ráutaló jelek és számlák. Hogy nem mentek el? És számlák. Igen, ez figyelj, csak hát... Sokféle oka volt ennek. Nyilván a távolságok, aztán anyu később már nehezebben tudott jönni. Úgy elsikkadt. Mindig megnéztek a tévében, mindig mondták, hogy jó, de nem került sor 16 évig arra, hogy élőben. Úgyhogy megkerestem az én kis országos turnémon a hozzájuk legközelebbi időpontot. A feleségem elhozta őket, vitte őket, és beültek és megnézték. Anyukám az áradozott, ő egy ilyen kedves, már-már falvédőszövegben komponáló hölgy. Fantaszt, minden percét élveztem, tehát ő ez a típusú ember. Apám így ez a székely típusú, valaki nem az, csak lakonikusan tömör. Annyit mondott, hogy hát volt benne jó. És nekem ez így pont jó volt. Ennek meg kellett lenni. De ez akkor ez olyan, mint amikor így, most jó van, fiam, akkor csinálhatod. Igen. Nem? Tehát, hogy igen. Akkor most akkor végében sem belegeztek. Ez a késtek egy pár évet. Igen. De nem, egyébként, milyen volt kimenni a színpadra? Te kerested őket, a tekintetüket, vagy ellenkezőleg direkt, hogy tudod, melyik szögben ülnek, és akkor nem oda dolgozol? Nem, egyik sem. Direkt kértem az ültetőt, hogy nem mondják meg, hogy hova teszik Él, őket. Sokkal jobban izgultál, mint más. Nem feltétlenül, nem igazi, nem az az igazi drukkos izgi, hogy majd elrontom amit akarok mondani, főleg, hogy nem is tanulok szöveget, hanem inkább az a plusz érzés, az a plusz tudat. Tehát nem nyomibb lett a dolog tőle, hanem érdekesebb, egy kicsivel több, a személyes réteg rárakódott, egy picivel több tétje volt talán aznap este. De ettől nem lett se több, se kevesebb, csak is talán személyesebb. De eladás nem kerested a szemüket egy poén után, hogy nem is nagyon lehet, neked? Ha jó a világítás, akkor nem igazán látsz az első két sortól hátra. Nem ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy ezt így éljék meg, és kíváncsi voltam a véleményükre. De most hány nő csalódott szerintem, akik azt hitték ott az 5.-6. sorban, hogy őket nézed, amikor ja, hát ez ős színházi szabály, persze. Most akkor innentől kénytelenek beélni csak a lelkemmel, ugye? Egyébként
tőled is kérdezem, de mindannyiótoktól kérdezem, hogy egy szülő tud objektív lenni? Főleg egy olyan munkában, amit mondjuk mi persze más műfajban, más-más műfajban végzünk. Nem, tud-e objektív lenni? Nem is kell. Hát miért kell? Nem. Én igen. Hát akkor igen. De... akkor elássuk el is. Vannak szülők. Nekem nagyon fontos az, hogy kritikus legyek a gyerekeimmel, saját érdekében. Igen, ez át is tud lépni, olyan, hogy mindenben kritikus. A te meccseiden voltak kint szüleid, vagy anyukád? Nekem anyu nem járt ki a meccseimre, egy-két meccsemen kint volt, főleg itt a végén. Ugye az utolsó előtti meccsem, amikor ugye vereséget szenvedtem itt Magyarországon, akkor pont kint volt a Bence, de ő volt kint nyertes meccsemen is. De bevallom őszintén, amikor én szorítóban léptem meg, hát ismerted azt a világot, akkor nekem szinte teljesen mindegy volt, hogy ki van a nézőtéren. Nem anyám. Is hallottál engem, amikor üvöltöztem? De téged konkrétan igen, most már emlékszem, hogy rossz utasításokat adtam. Ennek is betudható a vereség. Ne oda is! Akkor egy olyan állapotban vagy, hogy akkor nem foglalkozol ezzel, hogy de utána... De egy anyukának ez nehezebb, hogy úristen, összeverik a fiamat. Én szülőként, ugye a Bence és a Geri ismered mindkettőtök, végigmentek ezen a létrán, hogy a Kokónak a fia, aztán akkor elrúgták magukat ettől a történettől, és volt olyan, hogy már lerakták az övvizsgát, Cselgáncs övvizsgát Óbudán, amikor megtudta az edzőjük, hogy én vagyok az apjuk, mert addig én nem mehettem le az edzésre. Tehát ők Kovács, ez Kovács nével könnyű? Igen. Bocskora már egy pintácsival meg aztán főleg. De valóban én ezt megértem, hogy ők mennyire nem akarják azt, hogy a Kokó fiaként kezeljék őket, és egyik sem hozzám hasonló módon építette fel a pályafutását, és mindegyik mondhatni sikeresebb a saját életében, mint abban az időszakban én voltam, tehát a Bence és a Geri is önállóan nagyon jól megállták a helyüket. Én nem akarok nagyon objektíven gondolkodni velük kapcsolatban, én annyira szeretem őket, hogy én elfogadom azt, hogy én szubjektív módon többre értékelem talán őket, mint ami, de szerintem nem, a realitás is, amit értékelek bennük, az fantasztikus. És a kérdés, ez nekik szól, és a kérdésed, hogy voltak-e meccseimen, az ötlővás ez egy másfajta sport. Tehát egy golfos apuka, vagy akár még egy focista apuka sincs olyan félelemmel felvértezve, mint az ökölvívó szülők. Uh-huh. Tehát amikor nekem mind a két gyermekem megpróbálták, egy-egy meccsük volt mind a kettőjüknek, mind a ketten megnyerték az egyetlen egy mérkőzésüket, úgyhogy veretlenül visszavonultak. Anyai tanácsra, mi több és tanácsra. És miért csak egy voltam úgy? Mert az anyjuk azt mondta, hogy itt véget ért a pályafutások. Ott voltam azon a meccsen, és én nem tudtam volna végigmenedzselni egy ilyen 300 meccses pályafutást a gyerekeimnek. Tehát az amikor... És mondott te, aki egyébként... Igen. Neked megélni, sportolóként megélni, fantasztikus ünnepnap. Fel vagyok készülve, bemegyek, megmutathatom a világnak, egy másik emberrel, kettel leszünk benne a szorítóba, és megküzdünk, csodálatos. Szülőként megélni, hogy a fiad egy ilyenre vállalkozik, az nagyon kemény. Az nagyon nehéz feladat. Igen, ez ugyanaz, én évekig a galopon lovagoltam amatőr zsokéként, és én nem is értem, hogy a szüleim ezt hogy bírták elviselni, hogy én gyakorlatilag minden nap életveszélyben voltam, és napi 5-6 lat volt, tehát 5-6-szor mentünk ki a tréningpályára a lovakkal, és tényleg azért ugye csak angol telivéreken ültem, és hogyha most belegondolok szülőként, hogy bejelenteni a lányom, hogy akkor anyai megyek Alagra, és a listálóban... Csomó szót nem értettem most, de mindegy. De itt mindenkinek most, olyan... Most a... Alagra! Itt mindenkinek most az olyan színes... Most az Alánfiannál a csúszdát kipróbálom először, miatt leengedem rajta. De ugye, abszolút. Mindenkinek olyan színes a pályafutása, annyi mindent csináltatok, és... Mondta, és te meg szegény, egyszer, mondjuk, nem, egyszer voltam egy origami tanfolyamon, és második nagyon alkalom, veszélyes. De nem volt veszélyes. Gyulladást kaptam, a harmadik, ha már nem mondtam. Most tegyük fel a sötét múltunkat a keresztemes hímző szakkörrel. Ennél sötétebb nincs. Max, hogyha kimegy a villany. Na, most beszéltünk ugye arról, hogy a szülők hogyan viszonyulnak a gyerekükhöz, amikor dolgoznak. Itt lesz egy újabb sztori, hogy hogyan viszonyul a gyerek, ahhoz, hogy a szülő nagyon el van foglalva meg. Gabi, te meg kiposztoltál egy olyan édes cuki azt levelet, én már nem tudtam magamba tartani. Amit kaptál Emma lányodtól, és ezzel folytatnánk, és ha megengedeli, majd felolvasnám. Jó. Mert erről is beszéljünk majd egy picit. Most nem árulok el többet, tehát Emma lányod levele, amit neked írt, anyunak írt, megértve azt, hogy mennyire elfoglalt vagy. Nagyon cuki levél, jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. Már itt is vagyunk, és bevallom, a reklám szünetben csak folytattuk a sztorikat, de ezek a sztorik a mieink maradnak. Jakubcsek Gabi van itt a stúdióban, Szandi, Kokó és Dobbi. És ígértem egy nagyon-nagyon helyes levelet, ugye itt arról szól, hogy a gyerek
kétől kap egy szülő bátorítást, és ez a szülő nem más, mint Gabi, és ugye Emma lányától kapta a következő levelet, és Gabi megengedte, hogy ezt felolvassam. Hellóka, na mami, soha se hidd azt, hogy attól még, amikor otthon vagy és dolgozol, nekem valaha rossz érzésem van. Tudom, hogy amikor sokat telefonálsz, dolgozol, munkád van, és akkor intézed a nagyon fontos dolgokat. Én csak csodálni tudom, hogy milyen kitartó, erős vagy, hogy dolgozol egész nap, és még mindig van erőd, időd a családi programokra, dolgokra. Sose aggódj miattam. Én tudom, milyen nehéz lehet az ilyen időkben. Ilyenkor mindig gondolj arra, hogy mindig milyen jó a kemény munkának a gyümölcsét látni. Hogy teljesen megérte mindezt csinálni. Tudod, hogy mindig számíthatsz rám, puszi, Emma. Édesem. Ez annyira, ez nekem is annyira megható, és... Ezt a párnámra tette ki, mert nem tudtam vele beszélni, mert egyfolytában csörgött a telefonom aznap este, és egyfolytában valakivel így, és nem tudtunk elköszönni egymást, és ott tette a párnámra este. Istenem! Képzeld el, tehát, hogy... Basszus! Nagyon, nem a legjobb szó ez erre, de nagyon, most ez jutott eszembe. Nagyon mellbevágó volt. Hogy... Nekem az jutott eszembe egyébként most, ahogy így felolvastad, hogy tudjátok, hogy mi érezhető ezen a levélen? Ezt, és te nem szoktad ezeket kirakni. Nem. Tehát az nem, ilyeneket. Nem szoktam ilyesmit. És a kislányod, tehát nagyon sokszor észreveszem ilyen leveleken, akik rendszeresen kiraknak ilyet, hogy látszik a levélen érezhető, hogy tudja a gyerek, hogy anya ki fogja rakni, ezért olyanokat írok, hogy ezen a levélen ez egy egyáltalán, tehát annyira őszinte, annyira még a hibákat annyira is benne hagyta, és az volt a nagyon jó, hogy én engem annyira, hogy mondjam, most is, tehát mindig a szívemet így megrezgeti, hogy megkérdeztem tőle, hogy én erre annyira büszke vagyok, és nekem ez olyan elképesztően jó érzés, hogy te ki tudod mutatni az érzelmeidet, és én megkérdeztem tőle, hogy én ezt megmutathatom-e. Tehát ez egy fontos dolog volt, mert én egyszerűen azt éreztem, hogy... Magasfokú empátiát, örökölte a te érzékenységed. Jaj, nem, hát nem tudom, biztos van abban, sokat beszélgetünk erről, hogy kell ezt. Ez az érzelem kinyilvánításról szól ez a levél számomra, tehát a publikus. Igen, de ez egész biztos, hogy a közösség, a család része, amit kap, azt adja vissza, ugyanez az érzelgőség, ez megvan, meg kell, hogy legyen benned is, mert nem, akkor kijavítva visszaadtad volna neki a papírt esetleg, de nem ez történt, hanem, tehát hogy ez oda-vissza működik, tehát valószínűleg te ugyanígy beszéltél vele annak idején, amikor gyerek volt, amikor felnőtt, amikor nehéz volt neki, akkor te ugyanígy bátorítottad, ugyanezekkel a gondolatokkal nevelted őt, és ezért ez most jön vissza, tehát ez a te nevelési csodád. Érzelmi nevelés, ez egy fontos dolog szerintem. Nagyon. És nyugodtan legyen. Érzelmi intelligencia, amiből igen, ugye hiány van Magyarország elég rendesen. Egyébként egy szülő, az előbb beszéltünk arról, hogy ugye a Dombi kapcsán, hogy a szülő elment és megnézte az előadását, vagy anyukád vagy megnézte, vagy nem nézte a meccsedet, de szülőként te hova akarsz inkább imponálni? A gyereknek akarsz inkább imponálni azzal, amit csinálsz, munkáddal akár, vagy inkább a szüleidnek akarsz megfelelni, imponálni? Csak a gyerekeimnek. A szüleimnek nekem nem kellett. Uh-huh. Én már azt hiszem 20 évvel ezelőtt az anyukám egyszer kipipálta ezt, hogy ő nagyon büszke rám, és akkor ezt mi elengedtük. Igen. Tehát ott nem. Ott ezzel nincs gond. A gyerekeimnek igen. Tehát az, hogy a gyerekeim azt lássák, hogy mi minden van a munkában, hogy mennyi öröm van a munkában, az például egy fontos dolog. Tehát, hogy olyas valamit csináljanak, amiért reggel, ha föl kell, akkor azt tudja mondani, hogy értelme van elmenni, vagy jó lesz. Ide jönni, jó lesz. Találkozom, igen, hogy az jó is benne lesz. Van, hogy büszke is legyen rá. Hát mindannyian egy picit kirakatban élünk. Tehát, hát igen. Szerintem a dekádás a lényeg, hogy állítjuk be a balanszot. Mindegyik működhet akár. Nem mindennel érthet egyet, hát azért az is benne van, gyerekek, nem biztos, hogy mindegyik tetszünk el egyet. De egy szülőnek azért fontos, nem? Az is, hogy a gyereke büszke legyen rá. Tehát például a te gyerekeid büszkék arra a teljesítményre, amit sportolóként véghez vittél? Vagy ez soha nem téma? Nem beszéltünk erről soha. Nem beszéltetek róla. Aha. Az, hogy én olimpiai bajnok vagyok, vagy hogy világbajnok voltam, vagy sejtik. De erről még soha nem került a szóba, hogy engem bárkihez hasonlítanának, vagy hogy az ő életükre, vagy az ő gondolat, a rólam alkotott képükbe ez mit jelent, erről nem beszélt. Nekik én apa vagyok, apa is voltam, apa is maradok életem végéig, és egészen más dolgokban gondolkodnak velem. Tehát a példát nem úgy
kezelik, hogy az az élsportoló, hanem hogy esetlegesen... Bocsás, hagyd kérdezzek egy kicsit off-topic témát, hogy hozzám oda jönnek mai napig is teljesen civilek, tudják, hogy mivel foglalkozom, és így látszik, hogy ilyen művicesek akarnak lenni, így próbálják. Hozzád azért oda ment így valaki, hogy Pista! Volt ilyen? Biztos. Sajnos még nem a mai napig, pedig már 50-valahány fölött már az ember már nem, igen, nem annyira vágyik arra, hogy ilyen nagyon közvetlenül, de valóban. De ugye a mobiltelefon feltalálása és a hozzávaló kapcsolt kamera feltalálása óta annyi izzadt hónaj alá kellett beszorulnom a... Nekem van külön falunapos fellépő pólom. A fényképezés úgy működik, hogy álljatok oda, ahol kimarta a hónaj. Egyébként ezeket én úgy állok, hogy egy szeretet megnyilvánulások, tehát az, semmi, meg egy nagy levegő. És egyébként ti mindannyian megéltétek ezt, az én gyerekem még csak 9 hónapos, mindannyiótoknak meg kellett, hogy legyen, amikor a gyerek felfedezi azt, hogy a tévében van apa vagy anya. Uh-huh. És az én kisfiam 9 hónapos, annyit volt pont kint, mint bent most jelenleg, és ott vagyok a tévében, ott vagyok a kanapén, a gyerek 5 percig ezt csinálja így. Hát a gyerekeinknek meg teljesen természetes volt az, hogy rendszeresen láttak, tehát ők ebben nőttek fel, és volt olyan, hogy nekem kijött akkor egy új lemezem, az volt egy cím, hogy Minden percem a szerelemé, és a kislányommal mentem a piacon vásárolni, és akkor ment a reklám, vagy nem tudom, és akkor így Minden percem a szerelemé, megjelent anya új lemeze, Minden percem, hogy várom, elvettem ott, és nem éreztem. És 4 éves múltam. De már nekem is egyébként ebből a levélből egy picit ugye az is lejön, hogy neked, mint anya, anyának lelkiismert furdalása volt állandóan, hogy nem mindig. Tudsz... Nekem mindig. És ezt ő érezte? Én mindig elnézést kérek azért, hogy a mamájuk olyan munkát, hogy engem ez érdekel, és ennyire. Mm. Én ezt mindig elmondom. Mert ugye rengeteget dolgozol, előadásokat is tartasz, igen, könyvet írsz, tévéműsor. Én ezt mindig elmondom, hogy értsétek meg, én ezt szeretem csinálni. Aha. Tehát, hogy én ezt ezért csinálom, nem azért, mert... És ez hát pehjük van. És hogyan tudod összeegyeztetni? Mert ugye a lányod elismeri azt, hogy és még időd jut a családi dolgokra is. Én időzsonglőr vagyok. Időzsonglőr vagy? De figyelj, de akkor valaki ezt megszívja. Is. Tehát ki szívja meg? A férjem. A férjed, aha. Az utolsó a sorban, valaki ott hullom. De mindig azt tudom neki, de olyan hosszan vagyunk együtt, hogy abból kiadódik majd valami jó. Nem? Tehát, hogy a hosszú időben majd mindig jut egy kicsi jó is. Hogy szóval a tévéből üzensz kifelé esetleg. Szoktam neki. Tényleg, hogy hozzá tejet, vidd le a kukát. Igen, ez egy nagyon furcsa, hogy most ilyen nagyon tartalmasan éld meg, de akkor meg olyan rövidnek tűnik az élet, vagy pedig az egészet így elengedd, és akkor meg rohadt hosszúnak tűnik, és unalmasnak, viszont akkor van időd mindenre, mindenkire. Hát nem tudom, melyik a jó. Nagyon nehéz ez a balansz, ez a legnehezebb az életben. Mindig a másikra vágysz. Ebben is nagyon együtt kell lenni a pároknak, tehát igazi társaknak kell lenniük, és a család egy igazi szövetség kell, hogy legyen, akkor jó, ha ez úgy tud működni, hogy egymást segítjük ebben, és nem, de két karrierista nem nagyon fél meg egymás mellett. Ezt ezért hozzá kell tennem, hogy tényleg ez azért működik, mert mi nem feszülünk egymásnak, igen, egy szakmában. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincs egóharc. És a férjed tudja, hogy 20 év múlva majd rá fogsz érni. Igen. Csak emlékezzen rá, tudod. Csak emlékezzen rá. Ez a remény élteti egész életében. Nem mondom, hogy nem vártam sokat. Kitolja ki a másikat a teraszra. De akkor legsok közös idő. A kockás pléden majd összeveszünk. Amikor utoljára itt voltál, Kokó, akkor ugye gratuláltuk az új kinevezésedhez, az AIBA főtitkára lettél, ez a Nemzetközi Amatőr Boxszövetség, és azt lehetett tudni, hogy nagyon kemény fába vágtad a fejszédet, mert mindenféle visszaélésekről szóltak akkor a hírek, ugye az amatőr boxsport tájékáról, és most például legutóbb kiderült, aztán ennek következményeként, hogy a 2016-ban Rióban rendszer szinten csaltak el meccseket. Erre most már van bizonyíték. Ez mit jelent, az a rendszer szintű csalás? Ez bírókat megvettek, vagy az edzőkkel kapcsolatos, vagy akár a versenyzőkkel, ez mit jelent pontosan? Amire az új AIBA-t, vegyük ketté ezt a történetet, az AIBA-t eltiltották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által a verseny rendezésétől, az olimpiát nem az AIBA rendezte, viszont egy új AIBA kezdett el dolgozni tavaly novemberében egy új elnökkel, én idén márciusban kerültem ennek az AIBA-nak a
döntéshozói testületének az élére, mint főtitkár, és mi kezdeményeztük ezt a vizsgálatot, mert nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy mi is történt, és amellett, hogy arra kíváncsiak voltunk, szerettük volna megmutatni, hogy nézd meg, ez történt. Mi kifizetjük a McLaren vizsgálóbizottságot, aki egyébként bedöntötte a súlyemelő szövetséget, aki az oroszok dopingbotrányát felderítette, tehát tényleg nagyon komoly módszerekkel, CIA módszerekkel dolgoznak, és mindent ki tudnak deríteni, szerencsére tényleg mindent. Ki is derült rengeteg olyan dolog, hogy valóban rendszer szinten adták-vették az olimpiai aranyérmeket, tehát van olyan, és volt olyan ország, aki $1 millió fizetett egy olimpiai aranyéremért, és akkor... De kinek? Kit kell megfizetni? A vezetőknek, tehát az AIBA akkori vezetőinek, az akkori főtitkár elnök és az igen, egész... Igen, az akkori főtitkár elnök megkapja az $1 millió, ő leszól hova? Ő tehát leszól akarom ezt az egész rendszert érteni. Az úgy néz ki, és úgy nézett ki régebben, és úgy néz ki most is még, bizonyos része, azért nagyon sokat kell még változtatnunk, hogy egy versenyre a bíró kijelölése az egy bizottság dolga. A bizottságnak van egy elnöke, ő terjeszti fel, azt elfogadja a főtitkár felterjeszti az igazgatótanácsnak, az igazgatótanács jóvá hagyja, tehát ezt az egész rendszert meg kellett venni, vagy az egész rendszert jól kellett lakatni, hogy a legvégén azok a bírók dolgozzanak, és azok a bírókat is meg kellett venni, hogy aztán a végén olyan eredmények szülessenek. De olyan bonyolult család, hogy szinte könnyebb megnyerni. Be kell menni, és ezért nagyon érdekes a történet, mert szinte csak olyan mérkőzésekről beszélünk, amelyek egyébként nagyon éles mérkőzések. Tehát egy olimpiai bajnoki döntőt nem tud bármennyi pénzt fizetni, nagyon... Ha ezt az utat végig menedzseljük, akkor sem biztos, hogy te meg tudnád nyerni azt a meccset. Kell hozzá egy olyan bunyós, akit el lehetett ezen az úton menedzselni. Tehát ezek a bunyósok, akik vélhetőleg, de még mindig nincsenek 100%-os bizonyítékok a kezünkben, vélhetőleg csalás módján szereztek olimpiai bajnoki aranyérmet, ezek azért alkalmasak voltak erre a feladatra, csak be volt biztosítva az útjuk. Aha. Most ezzel szakított az AIBA, az előző vezetést leváltotta, az előző vezetés el lett hajtva, a jövőben nem ilyen rendszerben rendezünk, a jövőben nem adunk ilyen erős lehetőséget a tisztségviselőknek, sokkal átláthatóbb lesz. A bíróinkat most egy független bizottság megvizsgálta a családi háttértől, a financiális részen keresztül. És akkor versenyt lehet megbuherálni, hát ha kiüti, akkor elesik. Azt nem, így van, de a sport az sok apró összetevőből áll, ami politikailag vagy bíróilag irányítható. Rengeteg ilyen sport van, ami pontozásos sportág, a jelentős része egy szubjektív döntés eredménye. A szubjektív döntések pedig magukban hordozzák a korrupció lehetőségét. Mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy ne korrupt emberekkel dolgozzunk, megpróbáljuk őket, a korruptakat valahogy kiszórni a rendszerből, és bízunk abban, hogy az új pontozási rendszer, az új lebonyolítási rendszer, az ökölüves jövőjét féltő bírók és hivatalos személyek azok megértik, hogy ennek véget kell vetni. Ennek eredményeként történik-e valamiféle igazságszolgáltatás? Mert ugye most megint a gyakorlatra visszatér, hogy gyakorlatilag véletlenül Rióban volt valaki, aki kapott érdemtelenül egy aranyérmet, és volt valaki, aki nem kapott aranyérmet. Magyarán, attól elveszik most azt az érmet, és elküldik a... Ez a kérdés megérkezett hozzá, most hétfőn voltam ezzel kapcsolatban egy nagy sajtótájékozatot tartottunk Londonban, és ott szinte csak erről volt szó, mert a Rio olimpián két Nagy-Britániát képviselő ökölvívó is átesett ezen a procedúrán. Egy Conlan nevű úriember, ő nem is ért el az éremig, de aranyérmesnek gondolja magát, mert valóban elcsalták egy ilyen mérkőzését, illetőleg a nehézsúlyú döntőben volt egy Tony Okka nevű francia és egy Joyce Jones nevű angol srác, és természetesen az angol újságírók csak erre voltak kíváncsiak, hogy mikor kapja meg ez a két ökölvívó az aranyérmet. Ez bekövetkezhet? Nem. Miért? Azért, mert ez nem a mi hatáskörünk. Hát nem is úgy, hogy a ti hatáskörötökben, de hogy az olimpiai bizottság helyrehozza-e. Abban az esetben, hogyha valóban perdöntő bizonyítékokat szolgáltatnak, egyelőre még nincs a kezünkben. Igazságot kéne tenni. Értem, igazatok van, de én is ezt forszírozom, de majd abban az esetben, hogyha név szerint rá lehet mutatni, és megvan az a bizonyíték, csak így lehet, ha megvan az a bizonyíték, hogy ennyi pénzt adtak ennek az embernek, és az azért döntött így, de ilyen egyelőre nincs. Azért meg kell dolgozni az állásért, nem csak AI-ba kaptad. Nem. Ezt még idén előhetted, de jövőre január 1-től változik minden, a logónktól kezdve, és IBA leszünk, úgyhogy már csak IBA lesz a játék. Az idén IBA, még ezt előhetted. Az IBA százaléknak csökkent. Igen. Megvan neki ez is. Na most azt nyilván nagyon sokszor látni, hát ezt biztos te is ismered, amikor pontozással végződik egy ökölvívó mérkőzés, akkor az egyik fél nagyon sokszor tök értetlen. Az a, elcsalták, ismerjük ezeket a gesztusokat, mindenki fel van háborodva.
De hogyha most kiderül, a csalás volt, akkor például a boxoló, akitől elcsalták a meccset, az hogy értesül? Kap egy e-mailt? Vagy, hogy... Hát ők most jelentkeztek maguktól. Tehát ja, maguktól. Mind a két angol azonnal küldte nekünk az AIBA-nak, ami aztán majd hamarosan IBA, hogy ők kérik az aranyérmüket. Mi visszaküldtük nekik, hogy nagy örömmel adnánk nekik és aranyérmet, de ez a nemzetközi, igen, a nemzetközi olimpia bizottságnak lehet a lehetősége. Ez a dopping eseteknél simán megtörténik, ott elveszik az aranyérmet, velünk is megtörtént Athénben, ugye két versenyzőnktől is elvették az aranyérmet a dopping miatt, és a második helyezetből lesz automatikusan aranyérmes, a harmadikból második, és így tovább. Ökölvás azért másként működik, például az, aki nem jutott el az elődöntőig sem, mert elcsalták a mérkőzést, azt nem tudjuk előre rangsorolni, mert ott azért a többiek vélhetőleg jogos körülmények között előtte végeztek. Aha. Ugyanígy a döntőben is, hogyha a vizsgálóbizottság jelentése nem hoz perdöntő bizonyítékot arról, hogy itt csalás történt, akkor valószínűleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sem tudja ezt megtenni. Tehát nem tudja felülbírálni. Több az utómunka, mint a felkészülés. Ezért, igen, de ez... A jövőre minden megváltozik reményeink szerint. De és te egyébként versenyzőként, ökölvívóként éltél át olyat, hogy meg volt malmozva a meccs? Hát persze, hogy meg volt malmozva, nem, de én... Malmozva? Ugye, én hát meg bingizve. Ugye kétszer nyertem amatőr világbajnoki címet, inkább azt mondom... Az ennyi követ nálam van. Lehet. Nem számít. Most a Darius hívott pont, hogy szerezek neki egy Weibo övet, mert hogy valahol elhagyta az övét. És tud szerezni. Nem szeretném. Hát egy meccset szeretném. Nagyon kell. Darius Mihácseszkiről van szó, félne és súlyú box világbajnok, csak hadd mondjam el, nem? Igen. Akivel a Kokó együtt. Szóval a kérdésén a teljes amatőr pályafutásomat tekintve egyetlen egy verseny volt, ahol nem szereztem érmet, az a berlini világbajnokság volt. Ugye három VB-n indultam, kettőt megnyertem, ez volt a harmadik világbajnokság, ahol gyönyörűen elmeneteltem a negyed döntőig, és jött volna az elődöntőért menő csata, egy német srác ellen, egy Dirk Krüger nevű gyerek ellen. Én akkor épp a Bundesligában, abban a csapatban voltam első számú ember, ahol ő volt a második számú ember. Tehát a német válogatott a Boxing Berlin csapatában mögöttem állt a sorban. És vele találkoztam, és az edzője odajött hozzám előző este, hogy Kokókám, holnap te már nyugodtan reggelizhetsz. Miért? Hát a Krügerre boxol. Igen, de Németországban vagyunk. És ez tényleg így meg is történt velem is, meg az erdeivel is, ő is, azt hiszem egy Eigenbrot nevű némettel bunyózott, őt is lepontozták, engem is lepontozták, mert akkor az volt, hogy a Heimvorteil, a hazai pályaelőnye, igen, az olyan erős volt, hogy egyszerűen képtelenség volt nyerni német ellen. Ott azon a világbajnokságon akkor 12 súlycsoport volt, és azt hiszem 10 német döntőst raktak össze, soha, se előtt, és se mi lett volna fordítva van, hogy te készülsz egy meccsre, és az edző, mondjuk Zdunek mester, oda megy hozzád, és azt mondja, fiú, nyugi, ez a meccs, ez megvan véve itt, izé. Te hogy reagálsz erre, mint sportoló? Nem. Bemenni az ébe kell. De egyrészt az ökölvívók nem csalnak, de tényleg nem. Tehát, hogy pont ezt mondták, hogy összehasonlítva a súlyemeléssel, hogy mi azért vagyunk kedvezőbb helyzetben az ökölvívás, mert hogy itt legalább az ökölvívók nem csalnak. Tehát a ring körül esetlegesen csalnak, vagy a vezetők esetlegesen csaltak, de az ökölvívók azok nem csalnak. Tehát én nem tudnám képzelni, szerencsére nem is történt meg soha az életemben, hogy úgy emelték fel a kezem, hogy ne úgy érezzem, hogy én ezt a meccset megnyertem. Olyan többször volt. Szerencsére nem túl sokszor, de mondjuk egy 5-6-szor az életemben úgy éreztem, hogy mindent megtettem a győzelem érdekében, meg is érdemeltem volna, de valamilyen csoda folytán, lásd, hazai pálya előnye, vagy valami másokból, vagy éppen aktuálisan volt egy bulgár srác, aki ellen, kihozták ellenem egy világkupán, akkor épp bulgár volt a Nemzetközi Szövetség főtitkára. Most én most Nemzetközi Szövetség főtitkáraként az első leszek, aki kitekerem a nyakát annak a bírónak, aki magyar ökölvívót előnyben részesít azért, mert hogy én vagyok a Nemzetközi Szövetség főtitkára. Tehát én ezt nem tudom elfogadni, a csalást. Akár pro, akár kontra oldalon áll az ember, nem tudom elfogadni. Egy másik téma most, annyi szülő-gyerek téma van, de szerintem ez is baromi érdekes, Madonnáról van szó, illetve a lányáról, a legidősebb lányáról, Lourdes, úgy hívják a lányt, 25 éves, és modellkedik, és azt mondja, hogy ő nagyon örül most annak, hogy van modell munkája, mert így ki tudja fizetni a főiskolai tandíjat és a New York-i lakbérét. És az állítása szerint az édesanyja egyik legfontosabb elve az, hogy a gyermekei megtanuljanak saját lábunkon állni, hiába a több mint 850 millió dolláros vagyona anyának. Tehát 850 millió dollár. Azt most idézném Lourdot, azt mondja, az anyám kontrollmániás és egész életemben irányított engem. Amint elvégeztem a középiskolát, teljesen függetlenné kellett válnom, ebben egyetértettem vele. Ha a szüleid vesznek neked dolgokat, az azt jelenti, hogy befolyásuk van feletted. Egyre több világsztár mondja egyébként azt, hogy én nem vagyok hajlandó a gyerek életét finanszírozni. Lourdes modellkedik, hogy ki tudja fizetni olyan lakbért, meg a tandíjat, meg minden.
Ti, itt ebben a körben ti hogy tartjátok a gyerekek támogatását? Ami a csövön kifér, mert ugye van ez a modell is, vagy az, hogy minden fillérért tanulja meg, hogy meg kell dolgozni? Még most a csörgőt megvettük neki. De számát eltette. De számát eltette belőle. Én az indulás segítésének elvét vallanám. Tehát én az azt gondolom, összegben fejezhető ki, vagy... Kickstart. Vagy ez... Ha ez az első autó, és ő autószerű akar lenni, akkor az első autó. Tehát szerintem tehát egy rossz autót szeretné venni neki. Amire szüksége van az elinduláshoz. Van. Inkább ez a kérdés. Tehát nem a pénzösszeg. Az is van, amikor valaki azt mondja, hogy én adok 1 milliót, 10 milliót, 150 milliót, kinek mennyie van, és ebből gazdálkodj. Szerintem ez nem motivál. Uh-huh. Így van, én is ugyanezt gondolom, hogy nem motiválja a gyereket semmire az, hogyha mindent alápakolunk, és adunk neki, és segítjük. Te le tudod, de lehet, hogy egy gyík lesz a gyerek. Mi lesz a gyerek? Igen, csak úgy van vele, hogy minden van. Van az is, hát ugye van az a szülői hozzáállás, hogy nekem annyit kellett küzdenem, neki ne kelljen. De ez rossz hozzáállás. Nem biztos, hogy rossz hozzáállás. Tehát mi egy szintig eljutottunk önerőből. Én nagyon szeretném, hogy a fiam ugyanezt az utat végigjárja innen Kőbányáról, a Pongrácz telepről. Jó, de akkor viszont hol van a vonal? Mert nekem egy szent meggyőződésem volt, hogy én nekem a legfontosabb, és talán a legnagyobb költsége a gyermek életében, az a tanítatási költség. Ez így van, tehát én nem az volt a lényeg, mind a kettő megkapta 18 évesen az első autóját, szerencsére meg tudtuk oldani a lakhatási lehetőségeiket is, tehát önálló felnőttként. Igen, önálló felnőttként vághatott neki az életnek, de a legfontosabb, és most az Alánnál is az van, hát ugye épp arról beszéltünk itt az elején, 4 éves és Svájcban iskolába jár már, mert hogy a legfontosabb, és ez egy jövőbeni befektetés a szülőtől, a létező legtöbbet beletenni az ő oktatásába. Igen. Tehát, hogy minél több dologgal találkozzon, minél több dolgot megtanuljon önállóan, hogy aztán majd, amikor előér abba a korba, hogy döntenie kell a saját életéről, akkor fel legyen vértezve minden tudással. Akkor hiába van neki ott a pénz, meg hiába van neki ott az autó, meg a lakás, meg a vagyon, ha nincs meg az esze hozzá, mert nem tanulta meg, így van. Tehát sokkal jobb és sokkal észszerűbb azt a pénzt nem játékra, meg autóra költeni, hanem fiam, tanulj meg 4 nyelven, fiam, végezz el 3-4 olyan kurzust, ami felkészít az életre, olyan dolgokkal foglalkozz már gyerekkorodban is, ami téged érdekel, olyan sportágat válassz, amit te szeretnél, és én mindenben támogatlak, hogy aztán 18 évesen el lehessen engedni. És ne kelljen utána, nekem most már nem kell foglalkoznom a két nagyfiammal, hogy ők miből élnek meg, mert a nagyobbik az majdnem annyit keres, mint én. Tehát, hogy, és ez annak köszönhető, hogy ők végigmentek, nem is tudom, 6 éves koruk óta, vagy még előbb az úszóvítól elindulva egészen végig az iskolákon keresztül. A legjobb iskola, a legjobb tanárok, a legkeményebben összerakott tanítási rend, a komoly elszámoltatás az anyja részéről, tehát olyan nincsen, hogy 4-es, de miért 4-es, fiam? Hát tudod, te ezt 5-ösre is. Tehát ez sokkal több. Na, itt van az, amit a Lourdes mondott, hogy amíg az anyám támogat, az azt jelenti, hogy befolyásuk van feletted. Hát tehát te például... 18 éves korig legyen is. Hát nem, 18 éves kor után. Tehát erre, hogyha mondjuk te fizetsz a gyereknek, akár 18 éves kora után, mondjuk tandíjat, vagy veszel neki egy kocsit, vagy egy lakást, akkor jogod van-e beleszólni az életébe? Hát szerintem ez egy terhé. Ha jól nevelted, nem is kell. Ha jól szerintem nevelted, ez egy becsületes igen. dolog. Tehát hogy ha ilyen lent volna a lányom, Daniel Craig állt mögötte, ha jól láttam, tehát neki kell vigyázni a lányom. Tehát ha ilyen lett volna, nincs lányom, de a fiam ilyen lett volna, akkor bajban lettem volna, akkor valamit elrontottam. Tehát valószínűleg Madonna valamit elrontott. Valószínűleg a saját karrierjére összpontosítva nem maradt ideje összetartani úgy a családot, hogy megfelelő körülmények között szellemi és lelki nevelésben részesítse a lányát. Ezek igen. után persze, hogy ilyen vadhajtások lesznek. A legtöbb ilyen hollywoodi sztárnak vadhajtások a gyerekei, ha megnézitek. Biztos teljesen más, lehet azért világsztárnak is lenni, azért lássuk be. És azért azt se felejtsük el, azt, hogy hát szerencsém, hogy modellkedhetek, mert akkor ki tudom fizetni ezt az. Tehát véletlenül senki nem akarná őt modellként alkalmazni ennyi pénzén, hanem a Madonna gyereke lenne. Azaz, ugye ez is egyfajta szülői segítség, egyfajta, hát végül is, igen. egyfajta tőke. Igen. Igen, de nekünk például a nagyobbik fiunk a gimnázium mellett évek óta dolgozik, és a Blanka is babysitterkedik, a gimnázium mellett is már babysitterkedett, és az egyetem mellett is. Elárulhatjuk? Hát, hogyha te szeretnéd. Én idővel tudtam meg, hogy a Blanka, a gyermekének a babysittere, az a Szandinak a lánya. Nem mondtam. De jó! Komolyan? Igen, igen. Te is idővel tudtad igen. meg? Igen. Mert ez az ő dolguk. Senki se tudta. Senki se. Nekem feltűnt, hogy állandóan énekel. De egyébként a Blanka ódákat zengett arról, hogy milyen aranyos a kis Zalán. És a papa?
Én is órákat zengtem. Blankáról vagy? Nem, tehát, hogy és nem mondta el, hogy a Kokó az apa? Hát, mert ez az ő dolguk. Hát ez a Blanka munkája, ez egy, ez, hogy mondjam, én is most ezt ez jó, ezeket diszkréten akarnak kezelni. Nem volt gyanús a nagy aranybox kesztyű, a dohányzó asztalon. Ti hogy léptetek ki a családi fészekből annak idején, amikor gyerekként elhagytátok? Milyen, nem tudom, turbótöltetet kaptatok anyagilag, vagy bármi? Én a mai napig nem léptem ki. Én 18 évesen, ugye én augusztus 17-én születtem, nem emlékeztem rá pontosan, csak azért mentem vissza időre. Nem, mert augusztus 3-án volt azt hiszem az Európa-bajnoki döntőm, junior Európa-bajnoki. Előtte úgy volt, hogy én leérettségizem, és elkezdem, még ugyanott a családi környezetben élve, elkezdem az autószerelő munkát itt valahol Keresztúron, vagy nem is tudom, hol volt akkor a Hungarokamionnak a lerakata. Fel is vettek, és még a nyári szünetemet töltöttem, amikor váratlanul megnyertem a junior Európa-bajnoki címet, és a Vasas jelentkezett, értem, hogy akkor mehetek a Vasasba főállású ökölvívónak. 88, a kommunizmus vagy a szocializmus utolsó évét rugdossuk, és akkor még volt ilyen sportállás, és azt mondta nekem messzén a Miki bácsi, hogy akkor egy szolgálati lakás is jár ehhez. És én nagy büszkén hazamentem, augusztus 3-án megnyertem, augusztus 5-én szerződtünk, augusztus 7-én közöltem édesanyámmal, hogy a születésnapomon elköltözöm. Hova mész, fiam, meg vagy te bolondulva? A Vasastól kapok egy lakást, vezérigazgatói fizetésem lesz, összepakolom a kistáskával össze cuccomat, és elindulok világgá a kis hamuban sült pogácsámmal. És elmentem a Vasasba, ott mondták, hogy itt van ez a kis 9 négyzetméteres kis szoba a mosoda mellett, addig költözzek be ideglenesen, aztán majd, amikor elintéződnek itt a papírok, akkor megkapom. 3 évig éltem abban a lakásban. Az induló fizetésem az 6000 valahány száz forint volt. Nagymamám adott havi 500 forintot pluszba, hogy egyáltalán ne halljak éhen, és abból lehúztam az elkövetkezendő 2 évet ebben a 9 négyzetméterben, de eszembe nem jutott. Nagyon szívesen visszamentem anyuhoz, mert ott ki van mosva a gatya, megvan a kaja, tehát az anyahotel az a legjobb, de már büszkeségből sem mentem vissza, hogy 2 évet lehúztam ebben a 9 négyzetméterben, közös fürdővel, a birkózókkal, meg a nem tudom kikkel. Ez azért megtanított az életre. De jó volt 18 évesen elmondani magadról, hogy van önálló fizetésed, magadról kell gondoskodnod, végre nem anyámat terhelem, és nem anyámnak okozok fejfájást, hogy mit csinálok, azért ez egy nagyon nagyszerű érzés volt. Igen. És sokat segített egyébként a személyiségem kialakulásában, meg a pénzről, meg a vagyonról, meg mindenről egyébről. Na ezért kell odafigyelnünk ezekre a dolgokra, hogy önállóvá váljanak a gyerekeink. Tehát, hogyha folyamatosan segítjük őket mindenben, akkor nem lesznek azért önálló felnőttek. Azért hazamentem azért az 5 kilója havonta, az nagyon kellett a nagymamától. Ha mondjuk 100 millióval engedtek volna a szüleitek benneteket, annak idején 18 évesen mondjuk, amikor kiléptetek a családi, akkor mennyiben másképp alakult volna az életetek, vagy a karrieretek? Szerintetek? Tehát például te felküzdötted volna-e magad élsportolónak? A hegyről még nem jött le bunyós soha. Oda felmennek a bunyósok a pályafutásuk végére. Mi lett volna veled szerinted? Elvered, mint egy hülye, vagy befekteted, vagy... Nem, volt időszak, amikor nem jól bántam a pénzzel, ugye amikor 92-ben én bronzérmes lettem, és akkor kaptam 800 ezer forintot. 1991-ben, amikor amatőr világbajnok lettem, évsportolója, Európa-bajnok, óriásit fordult velem a világ, ugye meséltem a 9 négyzetmétert, onnan egy saját magam által megvásárolt 2,5 milliós lakásba költöztem, egy 524-es turbodízel BMW-m lett, tehát minden megváltott, majd jött a 92-es olimpia, hatalmas törés, csak bronzérem, ugye akkor még, most már megbecsüljük a bronzezüstérmet, de akkor én komolyan a szégyen lépcsőn jöttem le Ferihegyen hátul, és menekültem el, szponzor, minden eltűnt körülöttem, és akkor azt a 8 kilót augusztustól decemberig tartó időszak, ez 4 hónap, sikeresen odaadtam a cigányzenészeknek, tehát ott onnantól, ahol összevertek egy cimbalmot vagy egy cintányért, én ott voltam azonnal. Én vissza is vonultam, és 92-ben öcsi bácsi jött utána, elfogyott a pénz, paripa, minden elfogyott, autót azt vissza kellett adni, tehát a gatyám mellett jártam. És akkor öcsi bácsi megkeresett, és visszahúzott, hogy figyelj, ne hülyes, ne hallom, hogy abba, hogy te hülye vagy, hát te meg tudod nyerni az olimpiát, kezdjük újra, gyere, álljunk neki. És 93. januárjától épültünk vissza 96-ig. Igen, akkor neki köszönheted. Igen, persze. Hát meg magának. A legtöbbet tettettél az ökölvívásért, szerintem a népszerűségért. Te kiemelted, ez egy réteg sport volt a nézők számára, a laikusoknak. És akkor, amikor te boxoltál, akkor mindenki azt igen, nézte. Igen, egyébként tényleg. Ez így volt. Ez így akkor van. Voltam fiatal, és emlékszem rá. Ez így van. Nincs már idő, hogy megbeszéljük, hogy ti hogyan
mit változtat, vagy mennyiben éltétek volna másképp az életetek, karriereteket, nem tudom kimondani, életeteket, karriereteket 100 millió forint esetben, viszont egy másik témával még vissza kell jöjjünk. Ez egy nagyon-nagyon kedves sztori, majd mutatunk erről egy videót, utcazenész és a sztár. Utcazenész és a világsztár, egy 22 éves nő, lány zongorázik egy téren, gyűjti a pénzt, éppen egy John Legend számot énekel, és egyszer csak az őt körbeálló tömegből előlép John Legend maga. Oh, és ez egy óriási történet. Ezzel kapcsolatban lesz ez egy pár kérdésem, majd a példaképekről is fogunk beszélni. Jövünk vissza egy pár perc múlva a reklámokat. Már itt is vagyunk és folytatjuk. Szerintem egy nagyon-nagyon helyes történettel. A zenészi karrier az egy nagyon-nagyon nehéz kenyér, és hát ugye annak a két véglete, tulajdonképpen az egyik a világsztárság, de hát a másik az utcai zenélés, de soha nem kényszerültél, hál' Istennek erre, de ugye valaki megtanul zenélni, nyilván álmodik arról, hogy mit csinál, hogy egy pici pénze legyen, vagy a tanulmányait finanszírozza, valamilyen hangszerrel kiáll az utcára, ezt nagyon sok nagyvárosban lehet látni, és világslágereket énekel. És ezt itt tette egy új történet szerint egy utcazenész hölgy, és éppen John Legend számát játszotta, majd a közönségből, ahogy az előbb is mondtam, előbb bukkant maga John Legend, adott neki egy kis pénzt, kis kalapjába, megölelte, és egyébként a 22 éves Csajci, amikor meglátta John Legendet, majd mindjárt látni fogjátok, akkor nem így leállt, hanem folytatta és befejezte a dalt. Na, és egy csomó ilyen videó, nem csomó, de van sok ilyen videó a YouTube-on, ebből összeállítottunk egy kisebb csokrot, kezdődik a John Legend-essel, aztán jön még egy pár, és utána beszélünk róla. De egyébként most azt néztem, hogy John Legend ugye ott állt, és csak a végén ment oda, adott egy kis pénzt. De mondjuk Steven Tyler vagy Jimmy Somerville oda mentek, és elkezdtek. Ez bunkóság, vagy tehát, hogy tolta magát, vagy ez egy ilyen... Hogy nézed, jó fejség. Egy gesztus is jó fejség. Szerintem épp, hogy megjelenti azt a kérdés. Jobb volt, mint a Steven Tyler egyébként, szóval bele lehet esni ebbe is. Akkor az bunkóság, de így nem. Vagy ha mondjuk nem ismered az előadót fejre, csak a dalt. Menj már innen, öreg! Valaki vigye már innen! Dolgoztam CD-boltba, és nálam mindenki fiatalabb volt, még ahhoz képest is, amennyi én voltam, és bejött a komplett Omega együttes. Na. És én meg mondom, hogy azt a, tudod, elkezdték nézegetni a CD-ket. Itt a piramis. Nem, én tudtam, hogy kik ők, hanem mondom a többiekek, láttátok, kik jöttek be? Azt mondja, jó, hogy szólsz, azt mondja, az a molylepke hajú nagyon furán nézegeti a rendezőt. Tudna mesélni még arról, hogyha csak most ott van ki, most nem tudja mesélni, de... Akkor első emelet jön, biztos. Hungária, amikor a Hungária tombolt, és akkor jött a 80-as évek vége, és Balatonon volt valami szállodában, és akkor ott megérkezett a Hungária, és az akkor ott akkora élmény volt neki, hogy ott... Tehát azért ja, Csabi, nagy volt? Dolog, amikor... Akkor még nem volt ismert. Mi volt veletek akkor, Csabi? Mondja már valamit. Nincs nála mikrofon, de... Tudod, nem a sztorít, de nincs nála mikrofon. Most meg a Hungária be van állva.
És nézd meg, milyen reakciók vannak. Csak gondoltam, átjadom azt, hogy Csabi el tudjon szaladni. Egyébként igen, mert egyszer... De mit érzel, hogy ez... mekkora király vagyok ilyen? Az a durva, hogy minden egyes alkalommal. Már hozzászoktál. Ez van, de mindig jó. Na, egyébként kinek, ki a példaképe a saját műfaján belül? Aki... Tényleg most, ha belegondolod, aki oda, ha odalépne, vagy odalépett volna hozzád abban a helyzetben, amikor, nem tudom, énekeltél, tévéműsort vezettél, boxoltál, stand-upoltál, kinek ki a példaképe? Biztos, hogy van, tehát azt nem mondjátok, hogy nincs. Igazából én alapvetően nem vagyok rajongó típus, tehát én nekem angol telivérekkel volt kiplakátolva a szobám, nem sztárokkal. Jó, amikor... Azért Szabrina poszterem után kiraktam Szabrinát a falra, az egy dolog, de hogy te angol telivér... Jó, mondjuk akkor, amikor... közös szobában voltam a tesómmal, akkor én emlékszem, hogy az ő tér felén, az íróasztal előtt voltak plakátok, egy első emelet plakát. Nem mondod, és te kaptad meg a Bogdán Csabát. Nem mondod. És akkor én nem gondoltam, hogy az a csávó ott, az a bajuszos, az lesz a férjem, meg a három gyerekem apukája. De azt tudtad, hogy a bajuszát azt levágod. Nekem három... Akkor már nem volt bajusz, amikor megismert. És azt megkérdezted a tesótól, hogy valaha... fantáziájában jól érezte magát Csabival, amikor nézte a plakátot? És... Tényleg, meg fogom tőle kérdezni, még nem. De ezt kérdezzel meg, hogy legközelebb mondd el. Például te, mint egy ilyen talk lady, nincs, nem volt soha a világon sehol egy olyan idol, akire azt mondod, hogy ilyesmi. Ez... Azért nem volt, mert most lehet, mindig jön ezek össze, az Oprah Winfrey el is elévülhetetlen, de a franciáknál is vannak ilyen típusú csajok. De akkor mondd a franciát, Mireille Mathieu. Vannak, ne, az egy másik. Louis de Funès. Louis de Funès. Coco mondta, nem én. Szerintem... Mint? Mint? Hogy szerintem ahhoz, hogy valakiért így rajongja, ahhoz valahogy az életével is azonosulnod kell, nem? Vagy az életvitelével, nem, én azt gondolom, hogy lehet, nem figyelj, csak a ezek az utcazenészek sem feltétlenül úgy rajongtak érte, mint ugye a Szandi nővére a férjéért. Tehát, hogy nem, megtudjuk, ma megtudjuk, igen. Hanem egyszerűen mondjuk azt a három dalt nagyon szerették. Tehát érted, szakmailag is lehet valakit annyira a beszéd, a kérdező technikáját, stb. Annyira nagyra tartani, hogy szinte példaképp nem kell posztereket Oprah Winfrey-ről kitenni. Tehát nem így értettem. Jó, még mindig nem. Nekem az arcod előbb válaszol. Jó, én nagyon szeretem az AC/DC-t, de... A példakép az úgy példakép, hogy az életével példakép. Nem? Igen. De egy picit van benne egy ilyen, vagy picit, a stílusa picit tetszik, van. Vagy a... De van is, meg nem is. Attól függ, hogy kedvenc vagy példakép, ezek ilyen fokozatok. Igen. Nekem három kedvencem van, mondanám őket fordított sorrendben, jó? Ja. A Scooter énekes, a feldolgozhatatlan csávó, aki 40 éve pont úgy néz ki, ugyanúgy érdek. Igen, találkoztam is ebből háromból kettővel. És ő miben példakép? Szandi? Nem példakép, ő kedvenc. Ja, kedvenc, jó, oké. Okay. A közönség díjas, igen. Egy szállodában együtt reggeliztünk a teljes Scooterrel, a H.P. Baxter egy ilyen soha nem látott méretű bögői szemüveggel, ami a homlokától a lorráig tart, próbált betalálni egy vajas kenyérrel a szájába reggel. Még beszélgettünk is. Tehát második példakép. Kedvencem, nem, kedvenc. David Hasselhoff, akinek voltam a koncertjén, feldolgozhatatlan a csávó, ugyanazt elérte alkohollal, amit mások droggal. Ez nagyon komoly, szép mondat. Ővel is találkoztam, és beszéltünk is. Egy, és az igazi nagy kedvencem, az már inkább példakép, akit szeretnék, hogy mondjuk egyszer odalépjen a műsoromba, és befejezze a disznóviccemet, az Adam Sandler. És ő legközelebb pedig Olaszországba jött. Ezt megértem. Legközelebb ő Olaszországba volt itt, amikor forgatták a Netflixes filmet, azt hiszem, hogy Firenzébe. Uh-huh. De nem nagyon tudott róla senki. Tehát az mondjuk egy nagy poén lenne. Egy picit visszatérve a világsztárra és az utcazenészre, ugyanaz a dal, ez a közös, ez a kapocs, az utánpótlás. Például a stand-upnál ugye ti azért műfajt, a te generációt stand-up műfajt teremtettek, mert ugye Hoffit
ha mondjuk nem számoljuk, akkor ezt ti hoztátok létre. Hát mondjuk úgy, hogy inkább egy kompaktabb formát találtunk neki. Nyilván a műfajt nem mi találtuk ki. Hát világos, Amerikában nagyon régóta megy. De Magyarországon az, hogy klubszinten elmennek emberek, meghallgatnak több stand-upost, tehát ezt az intézményesítettük. Így van. De előtte a kocsmában bent ugyanaz, csak akkor még... Persze, meg nem mindig álltam ott, hanem ültem és körülöttem ültek. Ez mindig megvolt szerintem a többieknél is. Hogy látom ezt később? Nem, hogy látod az utánpótlást? Látsz-e vicces hülye gyerekeket, akik oda mennek és próbálnak neked három percet előadni? Most egy picit furább, mert ma már mindenki tartalomgyártónak hívja magát, aki maga elé fordítja a saját telefonját. Uh-huh. És ő általában digitális tartalomkészítőnek apostrofálja magát. Ma már elég visszajelzés az neked, hogyha mondjuk sokan megnézték a TikTokon a videódat, tehát jó vagy. Tehát vagy olyan jó, mint egy ember, aki küzdött, dolgozott. Én egy analóg csávó vagyok, tehát nekem még mindig az egész műfaj az a színpad és a televízió. Arra, ami most megy, azt beszélgettük pont a műsor gyártójával, hogy ebből nem lehet, tehát a haladás nem lehet megállítani. Mi döntjük el, hogy ebben részt akarunk venni, vagy nem? Nekem ez az irány nem feltétlenül tetszik, én amíg ezt tudom csinálni, csinálom. Nagyon sok fiatal van. Lesz az igény, nem? Azt nem tudom elképzelni. Igen, csak a formája lesz más. Uh-huh. Amíg 10 másodperces videókban elég kommunikálni majd, és az népszerűbb és generikus. De én nem leszek rá kíváncsi, mindig rád leszek kíváncsi. De köszönöm, de mi nem leszünk. Nem élek sokáig. Mi nem leszünk már, egyikünk se. Tehát nekem ez a fajta, mindenki csinálhat mindent, és tulajdonképpen az lesz a jó, ami sok, és amit sokan megnéznek, az ergo egyenlő jó, a sok lájkot kapott videó és kép egyenlő jó, ezzel én nem tudok mit kezdeni. Ezzel én sem. De tényleg én egyetértek a Kokóval, hogy az élő előadás az mindig is meg fog maradni. Annak ilyen varázsa van. Ökölvívás. Minden a legnagyobb rendben. Amíg ember él a Földön, addig biztos, hogy ez az alapsportág, ez mindig ontja magából a tehetségeket, és most komoly, amit mondok, ha nekem sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Semmi olyan képesség... Nem, ez tényleg így van. Semmi olyan képességem nem... Leszámítva az olimpiai bajnoki képességére, teljesen ugyanolyan vagy, mint mindannyian. Nem, tehát még egyszer, az, hogy a isteni gondviselés, a szerencse, öcsi bácsi, az én akaratom, vágyam, motivációm eljutatott arra a magasságra, az nem azt jelenti, hogy én egyébként ezekkel a képességekkel gyermekkoromban születés óta rendelkeztem. Ezek a képességek fejlődtek bennem, szép lassan, folyamatosan. Én magam rádöbbentem és megismertem a saját határaimat, azt is tudtam ezeket a határokat, hogy tudom kitolni, és hogyha ezt más is meg tudja csinálni, már pedig miért ne tudnám megcsinálni, ne legyek már olyan nagyképű, hogy csak magamról tudom ezt elképzelni, akkor nincs baj ezzel a sportággal, mert ez alkalmas. Tehát vannak olyan sportágok, amire fizikálisan nem vagy. Én nem lettem volna soha jó kosaras. Az életben nem is terveztem, hogy én kosárolimpiai bajnok leszek, vagy röplabdás. De akár teniszezni sem, mert nem tudom átütni rendesen. Tehát egy csomó olyan sportág ki van húzva. Az ökölvívás megadja a lehetőséget mindenkinek. Itt egyszerre kell fizikálisan, szellemileg, taktikailag, érettségben, emberségben, mindenben olyan szintet hoznod, amelyeket fejleszthetsz magadban, amelyeket előhúzhatsz magadban, mert ez benne van genetikailag mindenkiben. A bátorságot is lehet még fejleszteni. Oké, de hogy utánpótlás van. Megfogni. Mert egyébként, persze. Gabi, hát a mi műfajunk azért az megint egy furcsa műfaj. Szerintem, nálunk a műfaj változott meg. A műfaj megváltozott, csak az utánpótlás honnan jön? Tehát ha belegondolsz, hogy nagyon sokszor például a valóságsokból horgásznak ki egy-egy figurát. Egy nyári akit, növény. Egy nyári növény, igen. De nem mindegyik. És növény. De azt, egyet, azt az utat már senki nem jár a végig, Gabi. Ebben igazad van. Ja, elnézést. A Majka az egyetlen pozitív példa. Ja, hogy nem van pozitív, de még ráadásul útja is van. Az egyetlen, és aki még ráadásul így. Így van, de azt az utat például senki nem járja már, amit mi jártunk. Nem. És ezért érdekes az, ami utánpótlás kérdés. Az út már nincsen, tehát most már nem olyan út van. Hát most az út nincs, de próbálnának rálépni, de nem találják, olyan út már nincs. Mikor már, az a baj, hogy nem is tudják magukat kipróbálni. Én látok tehetségeseket. Tehát na, én látok, ez a lényeg. Én látok tehetségeseket, az a legnagyobb baj, hogy őket szakipari munkára fogják, és azzal nagyon hamar jön a lóvé. A szakipari munkához meg nem kell magát fejleszteni, tehát személyiségből van kevés, szakipari munkásból kell sok, és a szakipari munkából nagyon gyorsan, nagyon jól lehet megélni. És ezért nem fog tovább fejlődni. És most visszaugrom arra, hogy mi lenne, ha 100 milliót kapna valaki rögtön az elején, ez lenne. Hogy ez nem motiválja arra, hogy a személyisége. A ti garnitúrátokban van olyan humorista, aki 10 éve ott van, de nem humoros? De most komolyan? Én szerintem van. Van? Ugye? Igen, persze. Én is, de ez a nagyszámok törvénye. Simán lehet, hogy tőlük kérdezed, akkor megneveznek engem.
Azért mondom, hogy... Én nem erre gondoltam konkrétan, de most... De mindenkinek meg kell próbálkozni valamivel. Lehet, hogy nekünk lesz egy kosárcsapatunk egyszer. Mind a ketten benne leszünk. Én egyszer voltam az Ultra Balaton. Ellenfelet kell találni, nem lesz könnyű. Nem, többi tagot... Alsósok között keresgessünk. A csapat többi tagját összerakni nem lesz könnyű, mert nem lesz hajlandó senki. Egyszer indultunk az Ultra Balatonon, egy ilyen dagadt csoportba, és Nehéz Bombázók volt a nevünk, 100 kiló fölött volt mindenki. És megcsináltuk utolsó utáni a kettőnk, de nem ez a lényeg, hanem meghívtuk ilyen sztár vendégnek Lubics Szilvit, ultrafutó. Annyit mondott így nekünk, ilyen kis beszédként, lelkesítésképpen, hogy hát egyrészt. Másrészt annyit mondott még, hogy minden tiszteletem a tiétek, én azon csodálkozok, hogy egyáltalán menni tudtok. És jön. Nagyon szépen köszönöm nektek. Ez gyakorlatilag egy gyönyörű motiváció volt mindenkinek, akármilyen műfajban. Keresi a pályafutását, akár ökölvívóként, akár műsorvezetőként, énekesként, humoristaként. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszi, Jakub Cseh Gabi. Szandi. Kovács Kokó István. És Dombóvári István Dombi. És tudom, hogy ma kezdődik a belgrádi világbajnokság, ma, mert vasárnap van. Igen, ma vasárnap. És te most ott vagy Belgrádban. Igen. És sok sikert így most az új AIBA alatt, és hogy sikerüljön az olimpiai. Nem AIBA kapta. Egy hét múlva találkozunk, viszlát, jó éjszakát!